Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Az elmúlt hetek, hónapok egymásnak ellentmondó információ után most megjelent a magyar közlönyben, hogy a középiskolások jogosítvány szerzéséhez szükséges elméleti tananyagot, illetve a jármű kezelési és üzemben tartási ismereteket ingyenesen a középiskolákban tanulhatják a diákok szeptembertől. Ön hogy látja? Ez ilyen hamar bevezethető? Van ennyi megfelelő oktató erre? Hát én ahogy kiolvastam a tervezetet, vagyis hát ez ugye kijött a közönyben, ez már nem tervezet, tulajdonképpen az elméleti része, én azt mondom, hogy az alapján kivitelezhető. Tehát ugye már ma is a jelentkezőknek a több mint 90%-a e-learningbe végzi el a tanfolyamot, az elméleti tanfolyamot, ami azt jelenti, hogy a megadott e-mail címére kap egy regisztrációs linket, és akár otthonról, a saját készülékéről belépve online elkezdi elvégezni az e-learning keresztanyagot. Ez tulajdonképpen szerintem abszolút kivitelezhető, maximum máson indul a dolog, tehát a középiskolán keresztül bejelentkezik, megkapja az e-learning tananyagot az iskolától, vagy a képzőszervétől, és akkor online megcsinálja az elméletet. Tehát én szerintem az kivitelezhető, ami egy kicsit olyan furcsa a dologban, vagy hát azt mondom, megdöbbentő is lehet, hogy a közlekedési alkalmasági vizsgaközpontot, aki a hatósági vizsgákat eddig lebonyolította, úgy látom, hogy kivették a rendszerből az elméleti vizsgát. Tehát én úgy olvastam ki, hogy magát az elméleti vizsgát is a középiskolán belül, vagy a szakmunkás képzőn belül megoldják az ottani számítógépes terembe, akár egy történelem tanár, vagy egy torna tanár részvételével, aki leellenőrzi, hogy ugyanaz az ember van ebben, akinek vizsgázni kell, és levizsgáznak elméletből ott. Tehát tulajdonképpen ez most azt mondom kivitelezhető, akár ilyen rövid időn belül is. Na most itt közbevetette ezt, hogy a vizsgából kihagyták azt a szervezetet, amelyik eddig vizsgáztatott. Igen. Ez ön szerint felvete problémákat, vagy okozhat-e későbbiekben olyan anomáliákat, vagy esetleg akár baleseteket is? Mondjuk, hogyha nem szakszerű a vizsgáztatás, vagy azért itt feltételezhető az, hogy valami központi program alapján fognak vizsgázni, és akkor mégiscsak ellenőrizhető az elméleti tudás? Visszaélésre szerintem nem lesz mód, vagy nem hinném, hogy erre lehetőség lenne, meg nem is hinném, hogy igényelni adott. Tehát ezt senki nem vinne a vására bérjét, most más jön be helyette, vagy a biztosat, vagy a tanár ne vegye észre. Tehát ugyanúgy lezajlana az a keresztvizsga, akár az iskolának a számítógépes termébe, mintha elmenne egy központi vizsgáztató helyre az a tanul, és ott vizsgázna le. És akkor nézzük meg az önök, vagy hát a magán autós iskolák szempontjait. Eddig az elméleti oktatás is ezeken a képzőhelyeken folyt. Ezek szerint akkor ott egy jelentős piacvesztésre lehet számítani, vagy mondhatni, hogy teljes piacot elveszítik? Így van. Hát ha nem is a teljes piacot, de ugye jellemzően most már kitolódott a jelentkezőknek az életkora. Tehát még a 80-as években 17-18 éves jelentkeztek a fiatalok jogosítványszerzésre, azért ez most már kitolódott ilyen 23-24 évre. De valószínű, hogy ez a kedvezmény, az ingyenesség bevonzaná megint a 17-18 éveseket, ami majd egy 5-6 év múlva csapódva lelállunk, tehát akkor csökkenni fog a tanulatnak a száma. De nagyon jó a meglátás, tulajdonképpen az elméleti tandíjnak a hasznából az autóiskolák ki is esnének. Mert az autóiskola nem is játszol a szerepet itt az erre egyáltalán, tehát ugye nem autóiskolán keresztül indul a képzés, hanem a szakközépiskolán keresztül. Tehát az autóiskolák itt vesztenének. Most az, hogy mennyit vesztenének, egy e-learning tananyag, egy B-kategóriás e-learning tananyag megközelítően 10 000 forintért kapjanak az autóiskola, és megyénként változóan 20 és 70 ezer forint közötti áron adják tovább a felhasználónak, a tanulónak. Tehát itt ettől a haszontól, ettől a 10-50 ezer forint haszontól az autóiskola kiesne, tehát ez kiesés jelent mindenféleképpen az autóiskoláknak, igen. Mostanában már akkor nincs is ez a hagyományos tantermi oktatás elméleti órák esetében? Hát a statisztikák szerint ilyen 95%-ban már a tanulók száma e-learningbe végzi el, és 5%-os, aki a tanteremben jelentkezik körülbelül. És akkor valószínű, hogy ez az 5% ez meg is marad? Hát valószínű, igen, mert azért van, akinek nincsen internetes háttere otthon, esetleg nincsen készüléke, tehát azért valamennyire a tanterem megmarad, de nagyon kevés minimális terület. Itt szó van valami olyasmiről is, hogy majd a honvédség a gyakorlati oktatást is átveszi. Hát igen, ezt olvastam én is a közlönyből, hogy a gyakorlati képzést is majd a honvédségen keresztül szeretnék megoldani. Na itt azért viszont rengeteg fehér folt van, tehát ide azért képzett szakoktatók kellenének, oktatóautók, ugye, aminek speciális pedálrendszer van beszerelve, oktató műszaki vizsga van rajta, és itt viszont nem tudjuk, hogy ezt ennyi idő alatt, ugye szeptembertől elvilegnek el kéne indulnia, hogy ennyi idő alatt ezt a hadügyminisztérium vagy a honvédség ezt meg tudja oldani, hogy oktatókat képezzen ki, oktatóautókat szerezzen be, levizsgáztassa őket oktatójárműnek. Ugye most jelenleg a Közlekedés Tudományi Intézet végzi az oktatóknak a képzését. Ez most jelenleg, ez kb. 10 hónapos tanfolyam, tehát ha valaki jelentkezik oktatónak, hogy szeretne oktató lenni, akkor először elég komoly felvételi vizsgán kell átesni, ahol kitölt egy kereszttesztet, illetve egy szerkezetüzemeltetés tesztet,
vezetnie kell egy vizsgabiztos előtt, körülbelül 40 percet egy forgalmas helyen, illetve szóbeli felvétel is van, ahol egy adott témakörről legalább 20 percet kell tudnia beszélni. Tehát ez az, hogy valaki beugorhasson oktatónak. 23 éves kornak el kell telnie, érettségével kell rendelkezni, illetve legalább 2 éves B-s jogosítványjal kell rendelkeznie. Na most jelenleg a KTI ezt a képzést olyan 10 hónap alatt oldja meg, és ennek az összege megközelítőleg 1 millió forint. Tehát most valaki az utcáról beszeretne jelentkezni oktatónak, akkor ilyen költségekkel, illetve ilyen időintervallumban kell gondolkodnia. Na most itt, hogyha szeptembertől akarják indítani ezt a honvédségen keresztül gyakorlati képzést, hát akkor ez már eleve vagy valami gyors talpoló lesz, vagy berkeken belül próbálják megoldani, hogy oktatónak képezzenek ki katonákat, és akkor itt merül fel az a probléma, hogy azért ez egy szakma. Tehát ez nem úgy van, hogy most ugye van egy gyógyszerész, tanul évekig, másnap kitalálnák azt, hogy na, szedett már be a gopirint, igen, szedtem, akkor maga holnap a gyógyszerész. Tehát azért ez elég komoly problémákat vesz fel szerintem, tehát én biztos, hogy gyerekemet nem ültetném be egy olyan oktató vagy egy őrmester mellé, aki konkrétan se tapasztalata, se képzettsége nem rendelkezik. Azért mi tanulunk oktatásmódszertan, pedagógia, andragógiát, emberi tényezőket, tehát elég komoly képzésen kell átesni egy oktatónak most, hogy oktasson. Korábban is jó régen volt már az, még a múlt rendszerben, ugye a honvédség, vagy hát akkor úgy hívták, hogy Magyar Honvédelmi Szövetség, MHS, ugye így rövidítették, ott is folyt gépjárművezető oktatás, gyakorlati, elméleti egyéb oktatások folytak, és nem csak gépjárművezetés, más szakmákban is. Ez a szakember, de ez azóta a magániskolákhoz igazolt, illetve hát valószínűleg elmenj nyugdíjba, mert azóta eltelt már, hogy 30 év. Ma igazi kiöregedett, de azért van kollega, aki meg dolgozott a volt MHS-nél, ezek átjöttek a magánszférába. Tehát elhelyezkedtek magánautóiskolákba, illetve van, aki egyetlen autóiskolát indított el, tehát vállalkozásba kezdett. Tehát ezek a szakemberek már visszamenni nem is tudnának, meg én úgy látom, nincs is rá lehetőség. Tehát itt nem az lesz, hogy... Mert azért az MHS is úgy működött régen, hogy ugye a honvédség volt a tulajdonos, de tulajdonképpen külső halvállalkozó oktatókkal oldották meg a gyakorlati képzést, tehát nem katonák oktattak. Voltak laktanák, ahol a sorkatonáknak nagy kategóriát tanítottak, de nagy részben, amikor bekapcsoltak a B-kategóriás képzésbe, ott már azért a halvállalkozó oktatókkal dolgoztak, nem honvédségberkén belül oldották meg a gyakorlati képzést. Tehát akkor elképzelhető, hogy a jövőben is ez lesz, hogy a vállalkozóként be lehet dolgozni? Hát szerintem azért nem működhet, mert ugye ingyenes jogosítvány, és a kormány ebben nem is akar egy fizet se belefetszölni. Na most, hogyha a vállalkozó oktatókkal oldanák ezt meg, hát őket ki kell fizetni, de itt erre nincsen pénz az államkasszába. Tehát az évi körülbelül 30 milliárd forintot vinne el, hogyha ezt kifizetnék, de ezt így tudják ingyenesen megoldani, és valóban ingyenesen megoldani, hogy hivatásos katonákkal, akik az illetményükért, tehát azért a havi 300-400 ezer forint nettó fizetésért hajlandók az őrség után esetleg beülni oktatni a jogegyesülésbe. Ebben már biztos? Ez biztos, mert volt olyan kollégánk, aki kétségbeesésében már bement egy toborzó irodába, hogy ő szeretne akkor jelentkezni, hogy oktató, neki van képzettség, és akkor itt részt venni. És hát mondták meg a toborzó irodába, hogy hát ez nem arról van szó, tehát egy sorozáson részt kell venni, egy alapképzést fog kapni, és akkor neki ennyi lesz a havi illetmény, 370 ezer forint, és akkor amellett, hogy esetleg mit tudja a konyhaszolgálat után oktatni, tehát mondta, hogy nem, tehát ennyire nem is vállalná, meg nem akar még egy katona, mert volt egy katona. Ebben nem gondolkodik a minisztérium, tárca nem gondolkodik ebben. Akkor ezek szerint a jelenleg működő autós iskoláknak maradna a piacnak az a része, akik már elmúltak középiskolás korúak, és kijöttek a középiskolákból, hogy ez hosszú távon azt jelenteni, hogy úgy, ahogy van, ez az iparág megszűnik. Tulajdonképpen mondhatjuk ezt is, igen. Ez hány embert érint? Jelenleg 1200 autós iskola működik Magyarországon, és megközelítően 4500 oktató, aki dolgozik az országban. Bár egyébként én arról is olvastam még korábban, hogy kevés az oktató. Volt egy időszak, mert volt egy kb. 4 év, amíg szünetelt az oktatóképzés, akármilyen okból kifolyólag, és valóban fellépett egy hiány. Most jelenleg ott tartunk, hogy most nincs hiány, sőt, mióta belengedték ezt az ingyenes jogosítvány dolgot, azóta egy kis tanuló hiány lépett fel. Tehát most már hallok oktató kollégákat, hogy nincs tanulom, tehát most fordult egy kicsit ezért a kockat. De volt egy időszak, igen, amikor hiány volt. És most az utóbbi időben, amikor így össze-vissza lebegett ez a dolog, tehát nem lehetett tudni, hogy lesz ingyenes kressz, meg egyéb oktatás, meg hogy egyáltalán mi lesz ingyenes, vagy mi nem, ez alatt mennyire esett vissza az érdeklődés, vagy a tanfolyamra jelentkezők száma? A fővárosban nem volt annyira egetrengető, de azért itt is érezhető volt. Most azt mondom, hogy durván 10%-ot visszavett körülbelül. Vidéki városokban viszont nagyon. Tehát ott vannak olyan kollégák, akik azt mondja, hogy egyáltalán nincs rá jelentkező, és várják a fiatalok az ingyenest. Tehát vidéken ott nagyon érezhető. Valószínű, hogy esetleg rosszabb az anyagi körülmény ott fenne tudja. Én a tanulóimat szoktam kérdezni, akik jönnek gimnazista korúak, hogy a suliban hányan várnak rá. Hát itt a fővárosban 1-2 ember várja, de nem bíznak benne. Ők se tudják, hogy ezt elmegy laktanyába, majd jelentkezik, beül az őrmester mellé, tehát ő inkább kifizette azt normális képzést, és akkor inkább eljön. Tehát itt fővárosban nem annyira érezhető, vidéken jobban érezhető a visszaesés. Reggeli Monitor.